Négy évre meghosszabbította a KSC Szekszárd Gyokics Zsejko vezetőedző szerződését, akinek a céljai változatlanok. Továbbra is szeretné sikerre vinni a csapatot mind az Európa kupában, mind a Magyar kupában. Reméli, hogy lesz lehetőségük az Euróligában való bemutatkozásra is. További feladatként említette meg a fiatal tehetségek beépítését a csapatba. Szabó Gergő ügyvezető elnök eddigi sikereiket vette sorra. Elmondta, a világjárvány miatt félbeszakadt a szezon, mégis sikeres évet zártak, hiszen a csapat Magyar Kupa ezüstérmet szerzett, az Európa Kupában pedig egyedüli magyar együttesként bejutott az egyenes kieséses szakasz második körébe. Szabó Noémi, szakmai igazgató pedig a játékos keret kialakításáról beszélt, ahol az elsődleges cél a meglévő magyar mag megerősítése volt. A kosárlabda csapatot erősíti immár a leukémiából felépült Gereben Lívia is. Először mindenképpen a magyar magot szerettük volna megtartani és megerősíteni. Igazából Kis Virág távozott egyedül a klubtól, és nagyon nagy visszatérő ugye Gereben Lívia, akinek egy évvel ezelőtt derült ki, hogy mieloid leukémiája van, amit hát legyőzött, most már ezt mondhatjuk, és ugye mai napon edzésbe is állt 10 órakor, Zsejko levezényelte neki az első egyéni edzést. Elmondhatom, hogy 68 kilót állt versenysúlyban van, úgyhogy ugyanúgy tért vissza, mint ahogy tulajdonképpen elment, csak egy picit rövidebb a haja. Nagyon nagy dolog szerintem, hogy Szara Krinyicsel, aki kosárlabda magyarnak számít, 2 éves kontraktust tudtunk aláírni. Az ő habitusa az nagyon fontos lesz ennek a közösségnek, és ezután kezdtük igazából kialakítani a légiósokat. Ugye Erika McCall marad, 4. éve kezdi meg majd a szezont, ugye amerikaiként szerintem ez is egy óriási dolog, hogy úgy érzi, hogy ide tartozik. Hamar sikerült vele megegyezni, 3 légióst sikerült még szerződtetni, mindannyian a magyar bajnokságban szerepeltek tavaly. Zala Friskovec érkezik majd a csatából, fiatal, nagyon tehetséges szlovén válogatott irányítóról van szó. Maja Skorics fogja szállítani majd szerintem a rutint, ugye. Ő szerb válogatott, a Miskolcból érkezik, és Sasha Gori, amerikai centerünk, ő is az előző szezont a Miskolcban játszotta, most pedig minket fog majd erősíteni. Nagyon sok fiatal vár bevetésre, ezért mély bő rotációval kezdjük majd meg a 2020-21-es szezon, 19 fős lesz a teljes keret. Ugye Szabó Fanni és Zele Dorina már bejelentésre került, de azért megismételném, hogy velük erősödött a magyar keret. Szabó Noémi hozzátette, az elmúlt 2 hónap nem volt könnyű számukra. Rengeteget dolgoztak a klub életben tartásáért. Nagyon sok fiatal vár bevetésre, ezért mély bő rotációval kezdjük majd meg a 2020-21-es szezon, 19 fős lesz a teljes keret. Ugye Szabó Fanni és Zele Dorina már bejelentésre került, de azért megismételném, hogy velük erősödött a magyar keret. A költségvetésünk az úgy tűnik, hogy stabil marad, nem emelkedik, hanem valószínűleg stagnálni fog, tehát ahogy az elmúlt 1-2-3 évben, amiből tudtunk dolgozni, az a költségvetésünk úgy néz ki, hogy megmarad, emelkedni nem emelkedik, de úgy néz ki, hogy csökkenni sem csökken. Így aztán mi nem csökkentettük a játékosok bérét. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondta, minden támogatást megadott eddig a város a csapat működéséhez. Ebben tervei szerint nem lesz változás. Együtt kezdtük el tulajdonképpen valahol azt a munkát, amelynek az egyik eredményénél vagyunk most jelenleg is, hogy van egy stabilan működő klub, ki vannak fizetve a játékosok, van egy jövőkép. Ezt a jövőképet szeretnénk mi is megtámogatni a továbbiakban is. Az idei esztendőben még a vírus helyzet előtt a közülés döntött arra, hogy 40 millió forintot biztosít a kosárlabda klubnak. Nem egyszerű a kérdés egyébként, mert azért a város sok mindennel támogatja a kosárlabdát. Támogatja azzal, hogy lakásokat biztosít, támogatja azzal, hogy a sportcsarnok használatát kedvezményesen vagy ingyenesen, tiltásmentesen biztosítja. Támogatja azzal, hogy iskolákban, középiskolákban pályákat épít az utánpótlás segítése érdekében. Én azt gondolom, hogy ez a közös munka, amely sok összetevős, és a városnak komoly szerepe van, nem csak pénzkérdés, hanem elkölcsi és támogatás kérdése is. Én úgy, ahogy az elmúlt években támogattuk a kosárlabdát, azt tudom ígérni, hogy amíg polgármester leszek, minden meg fog tenni annak érdekében, hogy a jövőben is ez a támogatás meglegyen. A csapat a Siókupán méreteti meg magát elsőként a szezonban szeptember végén, a magyar bajnokság pedig októberben indul a jelenlegi tervek szerint.